Na, Szilvina Post, készülődünk ilyen lassan. A Laci és a Noé elmentek a tortáért. A torták ki? Kizárnak a két tortájáért. Alex, most fejezte be itt a reggeli kiflievését és a... Igen, iszogatást. Úgyhogy nekik már kikészítettem a két fiúnak a ruhát. Mutatom. Ez Alex szettje, ez Noé szettje. Kis ingben lesz most a Noé, úgy döntöttünk. Úgyhogy, igen. Mi pedig Lizával izgulunk, hogy melyik ruhát választottátok neki. Ugye lehetett a YouTube-on is szavazni, és lehetett Facebookon is szavazni. Egy óránk van még elkészülni. Én most mostam hajat, úgyhogy Liza fog elsőnek felöltözni, és látjátok, hogy nagyon várja már, hogy mit döntöttetek. Úgyhogy fel is megyünk a szobájába, és akkor megnézzük a szavazás eredményét, és lehozzuk azt a ruhát, amiket választottátok. Na, a rucik ott vannak. Ugye tegnap válogattuk ki. A pelenka bugyi az biztos, hogy ez a gyönyörűséges. Tüllös masni is lesz, és hát akkor felhoztuk a gépet. A YouTube-ot megnéztem. Ott a kék ruhára szavaztatok. Nagyon sokan, szóval a legtöbben a kékre. Igen. És egyébként én is a kékre szavaztam, mert nem gondoltam volna, hogy ilyen jól áll neki a kék. De tényleg abban valahogy olyan nagy lányos, olyan csodaszép volt Liza. Na, egy pillanat, én nagyon remélem, hogy a kék ruci lesz, és úgy gondoltam, hogy a második helyezett, amire legtöbben szavaztatok, abban fog menni holnap az Oviba. Holnap lesz megünnepelve a szülőnapja az Oviban, és az igazi szülőnapja az pedig kedden lesz. Úgyhogy még a harmadik helyezettet még mindig felveheti kedden. Na, itt föl nincsen a jó wifi a szobádban. Igen. Igen. És tudom aludni. Ott szokta aludni, igen, ott az ágyikód. Aha, kell keresnünk egy másik wifi-t. Jó, így meg is lesz. Na, nem nézzünk oda, mutatjuk nektek, jó? Na, behoztuk a kezdő oldalt, és akkor görgessünk. Itt lesz a szavazás, és mindjárt meg is látjuk. Hú, a kék ruha! Kék ruha nyert 44 szavazattal. És a második az unikorn is. Most mit szólsz, Lizám? Az unikorn is, hogy valami szólnap az Oviba, most pedig a kék ruha lesz rajtad. Mit szólsz? Aha, ott van. Ez van a Liza. Ott van a Liza. És a kék ruha nyert. Akkor kék ruha. Öltözzünk, jó? Öltözzünk, jó? Na, Liza, kikészítettem a szülőnapi bulidra a ruhádat. Kék. Kék. Már is felvesszük, jó? Rendben? Rendben. 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 Jól van. Itt mondtál erre, hogy kész a partedli? Azt mondta, hogy itt a partedli a ruhája. Jaj, de cuki vagy, babám. Nagyon szép, hogy az oknidat levesszük. Jó, keresünk egy egyszínű zoknit. Igen. Igen, hát cipőd az nem nagyon van ilyen ünneplős cipő. Hát ami lett volna? Álljál, megmutatjuk. Ez lett volna. De hát ez már kicsi rá. Ja. Ez a gap. Kis gap. Cipőcske. Szerintem megpróbáljuk, de szerintem már tuti kicsi. Ez van, valami szösz. Szösz. Szöszmösz. Na, megpróbálod azért? De szerintem tuti kicsi, mert jó lett volna ez hozzá, de más cipőnk sajnos így nincsen.
Az a baj, hogy ezt is kinőtted, ezt, mondjuk ez egy tornacipő, ez meg nem illik, úgyhogy nincsen ünneplősöd, de nem baj. Szerintem az a kutyás, amit anya kinézett neked, az jó lesz, de azért megpróbáljuk ezt is, jó? Gyere, csücsi! Hát ez eddig megy rá. Nem tudjuk beledugni a lábikóját, pedig hát nézzétek meg, hogy azért még úgy lenne ott elő hely. Na hát, nem baj, Liza. Jó lesz a kutyusos. Megpróbáltuk, jó? Azért megpróbáltuk. Na jó, megyünk is le készülődni, oké? Okay? Igen, várod már. Nagyon várod. Várod a bulidot a mamáikkal? Igen. Oké. Na hát, két opciónk van. Így cipő, szandál vonalom. Vagy van ez a villagos. Most nem tudom, hogy fog-e villagot. Jó van. Vagy van a Lizának a kedvenc villagos szandálja. Vagy van ez a cuki. Hát ez szerint nyuszikás. Azt hittem, hogy ez kutyus. Tehát akkor ez... Kutyus. Kutyus? Igen, kutyus. Előbb azt mondta, hogy nyuszika. Szóval ez a nyuszikutyás kis félcipő szoknikával. Hát ez egy... Te melyiket szeretnéd, Lizám? Ezt. Jó. Már is akkor fel is vesszük. És még itt lesz neked meglepetés. Meglepetés bizony. Hát aki megy ünnepelni, annak mi van itt? Ott vannak neked az ékszerek. Na, válassz akkor egy karkötőt. Szerintem ehhez raklánc most nem kell. Karkötőt. Mindegyikhez van egy karkötő. Van ez a cukortás. Ó, de szép ez a lila. Ez gyönyörű. Ez illik ehhez. Karkötő. Nagyon szép ez a lila. Még ezen van már kék szívecskék is. Hát nem tudom, szerintem a nyakánc annyira nem illik ez a ruhához, de majd mindjárt megnézzük. Jó. Akkor három választási lehetőséged van, baba. Itt van a kis piaszka. Melyiket szeretnéd? Melyik az? Azt? A cukrosát? Cukrosát. Jó. Ilyen kis cukorkák vannak. Na, megnézzük akkor, jó? Hol voltatok? Igen! Noé, hol voltatok? Pultba. És mit hoztatok? Tórtát. Kinek? Papás tórtát. Peppás tórtát, Lizának? Peppás tórtámat. Na gyere, akkor nézzük meg, megnézed? Nézzem. Gyere, tündér, akkor megszomjattál. Van Alex, várod te is? Na nézzük. Ez lesz az omis torta, ménetéből itt elvettünk. Húha! Emelt föl! Még fordítva is van. Opa! Egyen cikit papás tűz. Peppás torta? Peppa majaszt. Peppa madár? Majaszt hiszed az hobiba. Jó? Ezt viszitek? Igen, és ez lesz a... Ezt te is mutassuk meg neki. De meg a te tortád, neked volt nínos tortád. Nekem a papa a fiam benne. Hát akkor van a mai tortája. Nem bontjuk ki azt a kicsit. Ez a Na, készülődjünk. Hova megyünk? Ebédelni a mamáikkal. Igen! Vászik mama? Igen. Vászik mama? Igen.
Na hát, elindult a kis család Lizának a szülőnapi ebédjére. Most van fél, most kéne ott lennünk, de hát 5 perc múlva úgyis ott leszünk. Úgyhogy, igen, hát mire ez a 3 lepkec összekészült? Én már csak így osogattam, olyan be egy ilyet, mert de ugye most már megreggeleztem, most már egy picit vízes, meg mindegy, nem is lényeges. Az a lényeg, hogy a torta bent van, ugye? Jó. És azért én még hoztam egy meglepít a Lizának. Valami kis ajándékot azért mégiscsak adjunk neki, ha már a szülinapja lesz. És akkor majd a ruhákat, a peppes ruhákat, amiket ugye vettem neki, majd megmutatom. Azokat fogja megkapni akkor a tényleges szülinapján kedden. És akkor így. Hát így tök jó, mert így ünnepelünk vasárnap, ünnepelünk hétfőn az Ovival, hogy ünnepelnek ők, és még ünnepelnek majd kedden Magdikával, meg még majd velünk is. És még lesz külön a nagyszülőkkel hétvégén, jövő hétvégén is egy ajándékátadós, hopci egészség, ajándékátadós ünneplés is, úgyhogy hát ez nem így szokott lenni, megszoktuk, hogy az egyik nagyszülő, vagy a másik nagyszülők nem érnek éppen rá, és akkor így ilyen, hát most már tripla tortájuk is van, ugye, most már Zobiba is kell vinni, úgyhogy nem csak itthon, és még egy mama süt egyet így pluszban, hanem most már így tripla tartályok is lesz, úgyhogy tök jól járnak. Na és nagyon kíváncsi, hogy hova megyünk. Azt hitte, hogy a mamáékhoz megyünk, de hát a mamáikkal megyünk. Ebbe az étterembe, ahol hát szerintem 2 éve voltunk utoljára, ugye? Igen. 2 éve, nagyon régen. Általában otthon szoktuk a nagyszülőkkel ünnepelni, de hát most úgy döntött a Laci, hogy 28 fok is van, meg mamának ne kelljen mindig főzni, sütni, ezért csináljuk azt, hogy elmegyünk erre a kedvenc kis érdi éttermünkbe, és akkor itt ilyen vasárnaponta svédasztalos ebéd szokott lenni, mindenki egyet eszik, amennyit akkor, ez is tök jól megcsináltuk, mert a gyerekek megreggeliztek, mi utánuk reggeliztünk 10 óra körül, és én még egy falatot nem bírok ennyi, de akkor csináljuk azt, hogy akkor a gyerekek, majd a Liza meg a Pipi, neki Alexnek úgyis segíteni kell enni, majd akkor neki segítek enni, és akkor majd, amikor mindenki megette a magáért, akkor majd olyan segítette körül én is eszek. Így rendben leszünk. És akkor többiek tudnak enni. Mamáik biztos nem reggeliztek, hogy tudjanak enni. Ők biztos ügyesebbek voltak, mint mi, de a Talacinak nagyjával el kellett menni a 2 tortáért. Megint a jó messzire. Pont ugyanott vettük, a horvát cukrászdán van, Újpesten. Ahol a Noé-nak is vettük a tortáját, ami olyan 3-4 órára van tőlünk, szóval nekik még volt egy olyan másfél órás útjuk így reggel, és mi addig néztük meg, hogy melyikről átszavaztatok meg, és úgy örülök, hogy a kéket. Így, hogy igen, és holnap pedig akkor az unikon is, most már megy az Oviba. Úgyhogy eddig mi Alizát összekészítettem a haját, megcsináltam, de hát minek, mert hát ugye látjátok, hogy már szétszette. Na mindegy. Akkor majd jelentkezünk az étteremből, ugye babák? Mi van, Alizám? Éhes vagy? Éhes vagy? Noé? Nem vagy éhes? Most megsértötted, de a mamáékhoz megyünk. Étterembe megyünk! Jó lesz? Nem tudja szerintem, hogy mi az. Nem járunk étterembe, igaz, babák? Pipi. 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 Cincin. 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 Gyere, megy a Liza papával. Picit eljárt, vagy megnézni, hogy milyen ebédje van. Ugyesen. Az a helyzet, hogy nincsenek toppon. Nincs megterítve az asztalunk, sem semmi. Egy darab asztalt kaptunk. Itt a szaletliben.
Mire kiderült, hogy persze, ők már esznek. Szóval így egyáltalán. Látjátok, semmi kusszék. Köszönjük. Nekem a máéknak kaptunk poharakat, de terítőt azt még egyelőre nem kaptunk. Na, mit hoztál? Ugyanazt. Krumplit. Meg répát, meg tócsit. Jaj, de boldog az Alex. Ehetjük így is, nézd. Tortát szereted? Ugye hozzám majd a tortát. Tessék, fogd. Nem baj, majd felveszem. Semmi baj. Tedd ide, babától. Majd mindjárt kiveszi a mami. Úgy, még egyszer kiesett, de már nem fog följönni onnan. Följött? Nem. Akkor edd a többit, itt van. Oda kell hajolni. Ilyet, jó. Somlóit. Meg a sajtorta. Sajtortát. Mindjárt, papám, mindjárt sajtorta. Sajtorta. Megkóstolod? Ha? Hogy ízlik-e? Ha ízlik, akkor egyet. Ízlik? Ilyet is megkóstolsz? Ezt is megkóstolod? Előbb nyeld le, jó, Nuszipa? Az erdély nyomácsos limonádé, remélhetőleg ez most már szénsavmentes. Na, Lizi, megkóstolod a somlóit? Figyeld! Nem vagyok benne biztos, mert jönnek fel a gyümölcsök. Jó? Lemegy, ezt vagy ezt? Melyiket? Ezt vagy ezt? Ezt? A habosat? Jó. Habos. Az én egy másfél évet. És a tortával mi lesz? Majd megkapja azt is. De nem, hogy azt hogy fogja megenni. Mert csak képletes. Boldog szülinapot! Boldog szülinapot! Kívánod a nyuszika! Ott a nyuszika! És még Luffy? Csillogós Luffy, jaj de! Lász már meg neki, hogy csillogjon! Nézd csak! Ja, boldog szülinapot! Uszika? Boldog szülinapot, puszi! Tessék! Nézd meg, mi van benne, Nyuszika! Hűha! Ajánd! Ajánd! Vedd ki hamar, mi van benne! Ügyesen! Húzzad! Húzzad! Túl nehéz! Na, majd segítek! Most húzzad! Na, most benne! Két kézzel, babám! Peppás játék, hű, kirakós. Kirakós? Nem, ilyen, hát ilyen mágnes. Utána tenni. Mi van ott, babám? Tenni. Hangosan, mert nem halljuk. Nézd meg, izgálj, fordítsd meg. Utáni. Nézd csak, itt látod itt. Utáni. Tenni. És hol a Zsoli? Hol a Zsoli? Ott a Zsoli. És hol a Peppa? Ott. És hol a Liza? Hol a Liza? Hol a Liza? Peppa Liza hol van? Itt a Peppa Liza. Nagyot röppet. Az, hogy beszélt, nem kell nyomni, csak tedd föl. Csak úgy, tedd oda. Hopp, na ott is van. Virág. De mondd, hogy mit raksz föl. Hatam, huszedli. Ez micsoda? Ez Zsoli. Zebra? Nem, Peppa. És hol van a Zsoli? Ez kicsoda itt ez? Ez Peppa, Zsoli. Ez a Zsoli. Ez a Zsoli. Ez a Rózi. És hol a Rebeka? Van egy Rebeka nyúl is, nem? Valahol biztos. Ott van a Rebeka. Ott van a papájza. Ott az egész család. Peppa család. Igen. Az kicsoda? Zab. Az ki? Zabra.
Ez a szebra. Az a szebra? Ez szebra. Ez valami pöttyös állat. Ez mi mutasd? Nem tudom, ez ilyen pöttyös. Hát legyen a Rebeka, jó? Suzi, a Suzi. Te megolvasod? Hajó. Hajó. Ez a Suzi. Uh-huh. Ezeket lehet kirakni azokat a képeket. Nem, ugyehát már ne lesen le semmi. Ez kicsoda? Anyukája. Anyukája? Tedd fel az anyukáját is. Menj arra, meg kicsit majd kinejtni. Tipika, neked ez így jó? Jó. Sikerül, gyere! Összefogjuk, a kodói háttal! Kisanyám, ez neked szól. Ez neked kértük. Nem, tudod. Nem iszol, Nüsszika? Iszol? Nem már szomjas? Jaj, de csidi pini vagy. Hova mentek? Nézzétek meg a teknőst. Táncoljál, Liza! Táncoljál, Noéval! Táncoljatok! Mondjad a Lizának, boldog szülinapot! Mászik a tóba! De hogy mész be a tóba? Nem esünk be a tóba! De beesünk a kitányokon! Ha ugrálsz, akkor bele! Ott vagy! Na mondjál valamit a Lizának! Boldog szülinapot, Liza! Megkérdezem, hogy nem sikerült. Még nem jött a torta, még mindig. Megyek, kiveszem a hűtőből. Apa elmegy a tortáim, mert nem sikerült idehozniuk még azt se. A terítőnk az azóta nem jött meg, hány órája vagy? Nagy terítőnk volt, és az kicsit több idő lesz. Még a terítőnk még mindig nincs. Na itt vagyunk már 2 órája. Nincsenek a srácok, a helyzet magaslatán, ugye? Mi is veszik? Pipike. Igaz.
De hogy mentek be a tóba? Nem. Jöjjön már a tortai Alizának, már mindenki jól lakott. Már össze is pakoltuk az asztalt is. Hát, hogy várom, hogy ott jöjjön ott át a hídon a tovolta, de hát nem jön. Azért ne tartsd mit. Jó, szólom. Ez kísérlet is. Na, jön. Jön. Dodika, jön a torta. Nézzétek, Dodika. Iza? Szeri napja. Szeri napja, Alizána. Napkénapodida. Kinek szabad adni a tortát? Hogyan neki puszít? Jaj, Istenem! Na megnézzük, milyen tortát van. Fordítsuk oda Lizának. Álljál föl! Milyen tortát ide felállhatsz a székre nyugodtan. Álljál föl, hogy nézd meg, milyen torta. Na ki van? Papá! Ki van rajta? Juli! És? Papa! És az? Ez ki? Papa. És az? Ez a papa! És Zsoli! 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 És apa vett neked egy ilyen marcipánt is rá. Hű, de jó? Csini! Tetszik? Igen. Na csücsülj le! Csücs! Most megesszük! Meg most megesszük! Most megesszük, bizony! A felé vissza! Így mi? Bibi! Bibi! Ennek a peppát! Harad bele az orrába! Azaz, finom! Szegény papa! Szegény papának nincsen orra. Leharadtad, finom? Egyet. Igen, köszönjük szépen! Na, Lizácska, keressük meg a holnapi... Vagy-e? Nem. Holnap az unikornisost szavazták meg neked. Nem ez. Mit találtál? Megtetted a mappáimat? Nagyon kis cukik, igen. Alatta vannak a ceruzák meg a filc tollak. Na, ez. Ezt veszed holnap föl, jó? Az oviba. Jó lesz? Bónis. Boni van is este. Boni. Jó. Akkor ezt visszük is le. Visszük le. Na, Lizán, bár el tudnád mondani te a saját szavaid, de ez a pekkely szőnap. Szerinted ez hogy sikerült? Az ünnepséged. Jól érezted magad? Aha. Na szóval, hát azt kell mondanom, hogy ez az egész étterem, akkor a torta is úgy unblock, hogy pocsék volt, és már annyira fekkések voltunk mindenben, és már minden annyira rossz volt, hogy már vicces volt. Szóval,
én nagyon örültem, kezdem a jó dolgokkal. Nagyon örültem annak, hogy megszavaztatok a kék ruhát, én is azt szerettem volna a Lizán, és viszont gyönyörű volt. Viszont ahogy beült ugye az autóba, én hiába csináltam meg a haját, szanaszét állt már a haja. Aztán odaértünk, hát körülbelül nem is tudom, jó 10 percig álltunk ott az ajtóban, a többiek már ott szanaszét az emberek eszegettek, mi még mindig ott álltunk 3 gyerekkel, meg még ugye mi a nagyszülőkkel együtt, és hát, hogy már kérdezték, már ketten is megkérdezték 2 pincét is, hogy segíthet-e valamiben, és hát igen, az asztalfoglalásunkat várjuk. Nem találtak a rendszerben, aztán végül megtaláltak, és oda kísértek minket, hogy oda a külön szaletliház, amit ugye a Laci lefoglalt. Egy picike asztal volt, terítőt nem kaptunk, azt mondták, hogy hát ez egy kicsit odadom. Kicsit hosszadalmasabb projekt lesz, terítőt szerezni. Egy asztalra, egy étteremben, értitek? Na jó, hát igen. És gyere, csücsüljük. Most nem bontjuk ki. Levigyük, kibontod? Kibontjam neked? Na jó, akkor egy pillanat, kibontjuk. És igen. Aztán megkérdezték, hogy mit szeretnénk inni. Ja, igen, kértünk az Alexnek a ülőkozetjéhez egy fa széket, hogy el tudjuk ugye tenni. A széket meghozták, hát mondták, hogy túl sokan vagyunk, mivel hát be volt írva, hogy 4 felnőtt és 3 gyerek lesz, nem értettük, hogy jelenünk túl sokan, de akkor hoznak még egy asztalt. És akkor ugye még terítőt. Az asztal az egy idő múlva megjött, meg a szék is megjött, szóval nem volt probléma, viszont terítőt azt nem kaptunk, és azt egészen a 2,5 óra alatt, amíg ott voltunk, nem kaptunk egyáltalán terítőt. Aztán megkérdezte ugye nyilván, hogy mit kérünk inni, hozzuk-e valamit inni. És akkor hát kértünk 2 kancsó citrusos limonádét, és külön kértem, hogy hát szénsavmentes vízzel, tehát normál vízzel szeretnénk a gyerekeknek limonádét kérni, mert hát ugye hát én sem szeretem egyrészt, és másrészt a gyerekeknek sem jó a szénsavas, tehát ők nem nagyon ittak még szénsavas üdítőt. Na hát az első 2 kancsóval ez nem sikerült, ezt kihozniuk. És mondom kell, hogy a harmadik kancsó, ami már egy erdélygyümölcsös limonádé lett, mondtam nekik, hogy próbáljanak meg könyörgöm normál vízzel limonádét hozni, mert a gyerekek folyamatosan mondják, hogy chips úr, Alexi is fintorog, szóval szeretnénk normál inni valamit. Nem sikerült. Az is, hogy olyan szénsavas volt. Jó. Aztán előző este kiírták az ételválasztékot, ugye a honlapjukra. Mi évek óta járunk ide, hát a legutoljára már nem is tudom, 2 éve voltunk itt, ugye a COVID alatt nem voltunk, úgyhogy azóta történt ez a, nem tudom, borzasztó visszaesés. És hát én már ugye fentem a fogom a csülökre, meg nem is tudom, milyen húsik voltak még, saslik volt még, igen. Megtaláltam nagy nehezen, mert elég sok ember volt, és eléggé sokat kellett várni az ételekhez, való hozzájutáshoz. Ugye ez ilyen svédasztalos ebéd. Megtaláltam én a csülköt, csak hát a bőrt. 3 darab csülökbőr, ilyen jó zsíros, szaftos, zsíros figyeget ott hogy hívják ezeket, azok abban ételtartóban, nem tudom mi az, azok a fém ételtartók, tudjátok. Úgyhogy csodak nem volt, és igazából semmilyen húsit nem találtam, mindennek csak a maradéka volt, és még találtam úgy 3 csofat sült krumplit úgy magamnak, szóval, hogy úgy észnyatosan hamar leraboltak az emberek a kajákat, és nekünk meg már úgy szinte nem jutott semmi, és úgy volt, hogy 12.30-ra mentünk, ugye még vártunk 10 percet, hogy leülhessünk, majd még az asztalokért, szóval olyan 12.45 körül jutottunk el az ételekhez. Úgyhogy elkezdtem a vegetáriánus étrendemet. Na jó, hát nem. Igen. Úgyhogy rántott gombát tudtam enni, és tölt krumplit, és uborkát. Az egész svédasztalos mindenféleségből elég sok kaja, nem tudom, vagy 15 féle kaja fel volt sorolva. Na, ebből én ettem rántott gombát, és tölt krumplit. Még az elején sikerült hozni Alexnek sült krumplit, és szintén rántott gombát, és tócsnit, és gyakorlatilag a 3 gyerek az ebből a kupacból evett. Úgyhogy igen, aztán egy picit később, ahogy már, nem tudom, mentem a desszerteket megnézegetni, akkor már lett rántott csirke. Úgyhogy mit csináltunk?
Még úgy anyukám hozott egy dobozt, mert ugye amikor nem szoktuk így megenni a kivetített, mondjuk nem tudom, vagy ilyen kicsit ilyen zsíros, vagy nem tudom, ilyen bőrt, és hát ezt a kutyáknak el szoktuk hozni, nekik is van. Elég sok kutya, és meg hát nekünk is van maszkán kutyánk, szóval el szoktuk hozni. Úgyhogy hát elkezdtük pakolni, hogy a gyerekek nem esznek meg. Nem ette meg Alex a tóstét, úgyhogy beraktuk a dobozba. Aztán utána én hoztam két ilyen nagyon picike, ilyen nugget-szerű rántócsirkét, de addig, amely gyerekek jól laktak ezzel a tócsni, és rántott gombakombóval, úgyhogy azt is beraktam a kettőt a dobozba. És aztán nem is tudom már, eltelt egy jó két óra, és utána megjelentek ilyen gőzölgő sült tarjákkal, úgyhogy azt megjelent két darab tarjával, és egy rakat frissen sült krumplival, de már két óra után, amikor már ugye megettük azt, ami volt, úgyhogy igen. Úgyhogy szépen megfogtuk, és beemeltem egy darab tarját, és a sült krumplit eljött a dobozba, és ütöttük, hogy ez a gyerekeknek a vacsorás doboza lesz, úgyhogy az előbb ettem meg a tarját zsomlében, úgyhogy igazából ma sem maradt el a húsos étkezésünk, szóval ja. Aztán szerintem valamennyire hallatszik a videó alatt. Ez a roma lagzira készülöttek ott a háttérben egy külön épületben, és ez a zene, ez valami eszméletlen volt. Nem az, hogy egymás soha nem tudtunk beszélni, mert a saját gondolatainkat sem hallottuk. És bár a két gyereknek, a Noyának és a Gizának nagyon tetszett a zene, és a Noy mindig kérdezte, hogy na, miért van ott abban a zene, ő táncolni szerette, láttatok, hogy ott ugráltak is. Szóval nekik bejött, de hát azért nekünk egy ide után már hát nem ez a zenei ízlésünk, szóval még egy-két dalt meghallgasz, de nyilván egy három éves gyerkőznek a szülőnapjára nem egy romalagzis rendezvényre készülsz, úgyhogy igen. Aztán, hát amikor megláttam én ezt a pepestót, tehát illetve ezt a másik, mert kettő pepestót analizálnak, akkor kicsit olyan érzésem volt, mintha vettem volna az Osánban egy ostyalapot, és én megcsináltam volna itthon, tehát én ezt is fogom most már ezen tud csinálni, komolyan mondom, három gyerek mellett, én még itt nekiállok majd tortát sütni. Csináltam ezt régen, még a Noénak is saját ilyen mancsikolóstot, meg az Alexnek is az ott, szóval nem okoz gondot, csak hát azért kicsit gondoltuk, hogy egyszerűsítünk, mert azért egy 20 főstot, tehát az oviba nem igazán szeretnék én itt nekiállni, inkább rábíztam ezt a horvát cukrászdára. De amikor én ezt megláttam, és hogy ez a két torta, ez valami olyan agyament összegbe került, hogy én komolyan mondom, hogy ezért a két tortáért maximum 3000 forintot adtam volna, de nem ennyibe került, szóval oké. És hát még bíztunk abban, hogy finom lesz, és még azt sem mondanám, hogy az orosz krém tortájuk finom, mert volna a piskotta száraz volt, szóval nem tudom, egy totális nem sikerült ez a szülinapi ünnepség, és még ráadásul annyi ideig vártuk, mi a Laci szólt, hogy hozzák a tortánkat a hűtőből, már nem tudom, hát ott is negyed óra eltelt, pedig már indultunk volna haza, csak még a Gizát felköszöntöttük volna, hogy a tortával, és egyszer nem akart megjönni a torta. És ott fogtam ugye a szelfi útot, hogy lássatok, hogy ahogy hozzák a pincér hozza a tortát, és amikor a Liza megkapta a tortát, ugye még azt felvettem, hogy hozzák, remélem. De amikor rányomtam ugye a selfie módból a normál kameraállásra, hát már nem vette a kamera, tehát az, hogy ő boldog szülőnapot, és hogy elfújta a gyertyáját, azt nem vettem föl, és a pincér szólt, hogy ő nem akar beszólni, de nem veszi a kamera, úgyhogy mondom, hát ez most már mondom, akkor ide hoznátok még egyszer, és akkor mondja, most komolyan viccen kívül, tényleg nagyon szívesen az ajtótól visszahozzák, mondom, nem, de hogy is nem, gyújtsa meg még egyszer azt a gyertyát, és most már ennél rosszabb már nem lehet. Mondja, hogy ja. És akkor utána, igen, megettük a tortát, ami szintén nem volt finom, és ugye a Laci, azt hiszem, az egyik pékségben vett a Gizának, meglátott úgy nagy hirtelen egy peppás marcipán figurát, és ezt ugye rátettük neki a torta tetejére, és ez a kis cuki fej megmentette az egész napunkat. Liza és a Noé megették, és a Liza onnantól kezdve minden pincérnek és mindenkinek azt mondta, hogy megette a Peppa fejét.
Mondja meg a ruháját, de azt megette a fülét is, meg megette a szemét is, én szerintem erre fog emlékezni. Hogy ő a szülinapján megette a Pepet, hatalmas Peppa őrület van egyébként. Úgyhogy igen. És tökültettem, hogy elhoztam Lizának a szülinapi ajándékot, és tudom, csak ő most itt játszik vele. No, és a Liza ezzel, amíg várakoztunk a tortára, addig ezzel játszottak. Úgyhogy ez a játék, ennek átétnek is nagyon sokat köszönhetünk, mert nem vagyok Peppa, Peppa rajongó, mert a gyerekek azóta... Én vagyok Peppa. Te vagy Peppa. Azóta röfögnek meg, porcsognak meg, mindegy. Na, ezt mondom. Kész. Szóval ezt a játékot adtam neki most oda a szülinapjára. Egyébként a Pepco-ban vettem, és ez ilyen mágnes táblás játék, látjátok, 3100 forint, és ilyesmi. És ezzel tök jól játszottak, úgyhogy gondolom, köszi Peppa, megmentetted a szülinapját Lizának, mert ez... Ja, és akkor még adásul ez egy nagyon szép kis tavas étterem volt régen, nem most ez a zöld posadvány, ami ott volt. Hát ez valami eszméletlen. És akkor még a cica is ott battyogott, akkor egy kutyussal volt valamelyik család ott kint, és a kutya felhergette magát a macskán, és hogy olyan valami nagyon magas hangon, ilyen kisebb testületet, mint a mi csóványunk, valami iszonyat hangon elkezdett vicsorogni, meg ugatni rá, úgyhogy még az is nagyon vicces volt. Jaj, hát mondom, ez nem semmi. Úgyhogy, ja. Azt hiszem, elmondtam minden fegsorozatot. Lehet, hogy ennél rosszabb, nem is tudom. Talán még egy gyomorrontás lehetne. Ezek után, de nem, nem. Egyébként, ami étel ott volt, az finom volt. Tehát a tölt krumpli is tök finom volt, meg a rántott gomba is nagyon finom volt. A gyerekek még valami répát ettek, meg valami zöldséges tócsnyit láttam a tányérjukon. Amit ettem elsőnek, gyümölcslevest, az egy vízíző valami volt. Az nem volt finom, a másik leves, az nem valami kapros vegyes, nem tudom, laguleves volt, én nem szeretem a kaprot, szóval az élből kiesett. Mindig szokott lenni húsleves, úgyhogy ezt sajnálom, hogy nem volt. Na jó. Szóval, igen. Ehhez képest azt gondolom, hogy már mindenki a családban röhögött ezen a napon. Még mi jöhet. Úgyhogy, igen. De a Liza viszont, nézzétek meg, milyen ügyesen kirakja itt a Peppákat. Úgyhogy gondolom, hogy tetszik neki az ajándék. Ugye, Liza, tetszik? Örültél a Peppes ajándéknak? Igen. Igen. Na hát ez a lényeg, hogy a Liza, a Noé és Alex is jól érezték magukat. Elefánt. Más nagyon nem is lényeges, azt gondolom. De szerintem Alexnek a szülinapját, ami 2 hét múlva lesz, nem. Itt családi körben, és valószínűleg a mamát megkérem, hogy csináljon egy, nem is tudom, vagy gyümölcstortát, vagy csoki tortát, és arra veszünk majd valami marcipendíszt, mert egyszerűen már a Noé tortája az gyönyörű volt. A tűzoltóautós és rendőrautós ilyen cukormázó vonatos, az gyönyörű volt, de cukormázó tehetetlen. Szóval amit nem marcipánnal dolgoznak a cukrászok, az ott ehetetlen. Azért gondoltuk, hogy megpróbáljuk ezt az ostyás dolgot így Peppából, hát ez hiba volt, mert így már az egész csúnya is volt szerintem, meg nem is volt finom. Úgyhogy szerintem most már... Most már szerintem eleget szülinapoztunk, még Alexet ugye fel kell 2 hét múlva köszöntünk, úgyhogy családi körben, és szerintem családi tortával fogjuk ezt megtenni. Jaj, hihetetlen. Na jó, hát mindenben látni kell a jót, úgyhogy a kis cuki kis Peppa marcipán figura megmentette a bulit. Na jól van, hát köszi, hogy megnéztétek. Mindenkinek nagyon köszi, hogy szavaztatok, és hogy nagyon szépeket írtatok. Izának a szülinapi köszöntőket nagyon köszönjük, meg hogy minden ruci tetszett nektek, örülünk neki. Na még emésztőnök kell ezt a napot. Hihetetlen. Ugye, Liza? Jól érezted magad? Igen. Na, az a lényeg. Na, jó van. Búcsúzunk. 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 Még a Lizával, még Liza még ünnepel ugye az oviban. Holnap viszi a kis idekézidát. Oligarnisos.
tőruhát, örülök, hogy holnap 30 fok lesz, és azért már nyári dolgokkal készültem, mert hát már évek óta, még ilyen szeptember közepén, még ilyen 40 fokok voltak, szóval, ja, mert örülök, hogy visszajött egy kicsit ez a 30 fok, úgyhogy hú, meg vagyok, mert hosszú lyukból nem lettünk volna így ünnepülő ruhásban, jók esetleg valami kardigánnal sikerült volna. Na jó, oké, nem is beszélek, jelentkezem majd Elizának a szülinapi ajándékaival. A mama mondta, hogy valami nagy, és nem tudja elhozni, így ide az étteremben nem szeretné, úgyhogy majd valahogy jövő hét végén. Majd megkapják. Mert hogy valamit Noénak is rendelt, de később jött meg, szóval nem érkezett meg a szülinapja, de nem baj, mert ugye kapta azt a tűzoltalánomást. Na jó, oké. Sziasztok! Sziasztok! Kiraktad puszedlét? Tényleg itt van! Szia, puszedli! Kiányi. Ó, anya malac. Kiányi. Apa malac is megvan. Papa malac. Papa malac, bocsánat. Kiányi.